Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Bemutatták az ország első tisztán elektromos autóját a kecskeméti Mercedes-gyárban. Ebből az apropóból érkezett Kecskemétre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Őt köszöntöm most a stúdióban. Jó napot kívánok, miniszter úr! Kezdet csak, jó napot kívánok! Kecskeméten gyártják az ország első elektromos meghajtású autóját, ami tisztán elektromos meghajtású. Milyen jelentősége van ennek a magyar gazdaság számára? Azt hiszem, hogy semmiképpen sem túlzás azt mondani, hogy a magyar autóipar történetének egy mérföldkövéhez érkeztünk, hiszen elektromos motort gyártanak már Magyarországon, mégpedig Győrött. Hibrid autókhoz szükséges motort is gyártanak Szent Gotthárdon, és ugyan a Suzuki is fontos szerepet szán majd az egyetlen európai gyárának az elektromobilitási stratégiájában Esztergomban. Ugyanakkor elektromos autót Magyarországon még senki nem gyártott. És a Mercedes-szel tavaly júliusban állapodtunk meg arról, hogy ennek az EQB modellnek a gyártását is idehozzák Magyarországra, és szerintem több mint szimbolikus, hogy egy olyan időszakban kötöttünk megállapodást egy ilyen jelentős beruházásról, amikor a világgazdaságban szinte kizárólag rossz hírek voltak, tehát gyárbezárások, tömeges elbocsátások, kapacitások leépítése, a termelés, visszafogása, alkatrészhiány. Ehhez képest meg tudtunk állapodni a világ egyik legnagyobb, legmodernebb autóipari vállalatával, hogy egy ilyen mérföldkőszerű beruházást hajt végre Magyarországon. Ez egy óriási dolog. Szerintem óriási dolog Kecskemétnek, óriási dolog az egész magyar gazdaságnak. Az európai autógyártás élvonalában volt eddig, van jelenleg is Magyarország. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezzel a mérföldkővel továbbra is így maradjon? Itt a kulcs egyértelmű. Ugye a magyar gazdaság az elmúlt 10 évben nagyon sok lépést tett annak érdekében, hogy az európai autóipar egyik zászlós hajó legyünk. 10 éve még 3600 milliárd forint volt a termelési értéke a magyar autóiparnak, idén megközelítjük, remélem el is érjük a 10 000 milliárd forintot. 10 éve még 86 ezeren dolgoztak ebben az ágazatban, most több mint 150 ezeren. Összességében, bár csak 95-ek vagyunk a világon lakosság szám tekintetében, de a 20. legnagyobb autóipari export most már Magyarországé. A dízelmotorok körében 6., a benzinmotoroknál 3. legtöbbet mi exportáljuk a világon. Ugyanakkor az autóipar egy forradalmi megújuláson megy keresztül. Tehát a konvencionális, hagyományos meghajtásból, benzin és dízel, egyszer csak áttérünk az elektromos meghajtásra. És ugye itt volt ma velünk a Mercedes termelésért felelős igazgatósági tagja, aki elmondta, hogy eddig ugye elektromobilitás elsőként, ez volt a jelmondatuk, most pedig már kizárólag elektromobilitás, ez a jelmondatuk. Tehát innentől kezdve átáll a Mercedes az elektromos autók gyártására. És Magyarország is akkor tud sikeres lenni az elkövetkezendő időszak autóipara tekintetében, ha minél több ilyen, az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházást tudunk megnyerni. Ugyanis az autóipar átalakul, és a konvencionális, hagyományos gyártásról átáll az elektromos autók gyártására. Ugye ezért is fontos, hogy a nagy keleti vállalatok, a Samsung SDI, az SK Innovation Koreából Magyarországra hozták a legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitásaikat, és ezért fontos, hogy szépen lépünk előre, elektromos akkumulátorokat már gyártanak Magyarországon, elektromos motort már gyártanak Magyarországon, és mostantól elektromos autót is gyártanak Magyarországon. Tehát ezért ez a beruházás azért kulcsfontosságú a jövő magyar gazdasága szempontjából, mert meg tudjuk mutatni, hogy igenis az autóipar új korszakának termékeit is teljes egészében itt Magyarországon elő tudjuk állítani. Hát arról nem is beszélve, hogy egy 50 milliárd forintos beruházás mindig jól jön, akkor, amikor 5,5%-os gazdasági növekedésért harcolunk. Ezért is adtunk hozzá 15 milliárd forintnyi támogatást. Ugye 4400 munkahely most betonbiztossá válik ismételten, több száz új munkahely létre is jön, tehát Kecskemétnek, a térségnek a gazdasága az kap egy újabb hatalmas lendületet. Vele együtt a magyar gazdaság is. Többször beszélt már miniszter úr is arról, hogy a járvány után átrendeződik a világgazdaság. Hol áll most ebben a versenyben Magyarország? Hát nézze, 3 adatot hadd mondjak önnek. A tavalyi esztendőben a világon a beruházások 40%-kal estek vissza, Magyarországon viszont 140%-kal növekedtek. Tehát tavaly Magyarországon hatalmas beruházási rekordot döntöttünk, 1700 milliárd forintnyi beruházás kezdődött el a kormány támogatásával, kormányzati támogatással korábban Magyarországon egy esztendő alatt soha nem indult meg ennyi beruházás.
Aztán miközben a világon 114 millióan elvesztették a munkahelyüket a világjárvány miatt, addig ma elmondhatjuk, hogy Magyarországon soha annyian nem dolgoztak a kommunizmus bukása óta, mint jelenleg. 4,7 millió adófizetőről beszélünk. Én még emlékszem rá, amikor elkezdtünk kormányozni 2010-ben, 1,8 millió adófizető volt az országban, ma 4,7 millió, egészen más dimenziók nyílnak itt meg. A harmadik pedig, hogy amíg ugye a világ országai küzdenek azért, hogy visszatérjenek a válság előtti teljesítményükhöz, addig Magyarország a nyárra elérte a járvány előtti gazdasági teljesítmény mértékét. Soha akkora negyedéves gazdasági növekedés nem volt Magyarországon, mint idén a második negyedévben, 18%. Tehát miközben a világgazdaságnak, a világkereskedelemnek egy ilyen fekete egy-másfél évét láthatjuk, addig Magyarország minden létező aspektusban hatalmas gazdaságtörténeti rekordokat döntött. Kétségtelen azonban az is, hogy az autóipart is jelentősen érintette a járvány, és ennek kapcsán önt is megkeresték az autóipari cégek, hogy tovább görgethessék a le nem dolgozott órákat a munkaidő keretekre. Lesz-e ez ügyben megállapodás, miniszter úr? Több mindenben is egyeztetünk az autóipari vállalatokkal. A munkaidőkeret az egyik kérdés. Ugye most úgy szeretném visszaidézni a 2018 végi eseményeket, amikor a parlamentben az ellenzék csinálta a balhét, és tényleg olyan jeleneteket produkáltak, amiket hát jobb, ha külföldön nem utogatnak, mert csak a lejáratásukra alkalmas. Emlékszem rá, hogy mekkora balhét próbáltak kreálni, hogyha akkor a munkaidőkeret elszámolást nem változtatjuk meg, akkor ma Magyarországon több százezer munkahely elveszett volna, és több százezer munkanélküliek lettek volna. Egyeztetünk az autóipari vállalatokkal, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy mindenkit munkában tudjanak tartani. A másik pedig, amiről szintén egyeztetnünk kell, az a félvezetőkből, a csippekből előálló hiánynak a kérdése. Ugye globálisan látszik, az autóipari vállalatok megszenvedik ezeknek az alkatrészeknek, a nyersanyagoknak a hiányát. A héten voltam Közép-Ázsiában, Tadzsikisztánban, és ott több olyan nyersanyag is megtalálható, amelyekből jelenleg hiány van a világ autóiparában. Jeleztem a Mercedes vezetőinek is, és más cégeknek is, hogy mivel nekünk jó kapcsolataink vannak a világnak ezen a részével, szívesen segítünk abban, hogy újabb nyersanyag forrásokat tudjanak bevonni a saját termelésükbe, aztán, hogyha lesz rá igény, akkor segítünk. De a lényeg az, hogy pontosan ugyanazt kell csinálnunk, mint csináltunk eddig, folyamatosan kapcsolatban kell lenni a magyar vállalati szféra képviselőivel, mert ha ez nem sikerül, ha nem nincs párbeszéd közöttünk, akkor annak igazából a magyar gazdaság és a magyar emberek ihatják meg a levét. Szerencsére az elmúlt időszakban a vállalati szféra és a kormány együttműködése, kapcsolata hozzásegített minket ahhoz, hogy 270 ezer munkahelyet meg tudtunk védeni. Beszéljünk egy kicsit egy újabb témáról. Európában az energiaárak egyre nőnek, energiaválság van. Magyarországon ugye a kormány a családok számára alacsonyan tartja az energiaárakat. Meddig tartható ez? Most tudjuk, hogy tele vannak a földgáztárolók, mondjuk ha a gázt nézzük, de meddig tartható ez? Természetesen, amíg mi kormányzunk, addig nem engedjük meg, hogy a háztartások, a családok számára növekedjenek a rezsiköltségek. Azt tudjuk, hogy a másik oldal mit gondol erről, hiszen követelték a piaci árakhoz történő igazítást. Emlékezhetünk a 2010 előtti időszakra, amikor tucatnyi alkalommal emelték a gáz, a villany, a víz árát. Ezt mi nem engedjük. Nagyon sok európai hiba vezetett el odáig, hogy ma az egész kontinensen egy ilyen válsághoz hasonlító helyzet állt elő az energiaellátás tekintetében, kifejezetten rövidlátó, kifejezetten ideológiai alapú döntések születtek. Franz Timmermans stratégiája gyakorlatilag a tönk szélére sodorta az európai energiaellátásnak a kiszámíthatóságát. Itt lenne az ideje egy kis önrevíziónak, azt hiszem Brüsszelben. Ebből a szempontból mi magyarok elvégeztük a házi feladatunkat, hiszen szeptember 27-én, tehát mondjuk egy 3 hete körülbelül megkötöttük az orosz Gazprommal azt a 15 éves megállapodást, amely másfél évtizeden keresztül garantálja Magyarország számára a biztonságos ellátást, és azt, hogy olyan áron kapjuk a gázt, ami lehetővé teszi a rezsicsökkentés eredményeinek a megtartását. 82%-ra feltöltöttük a magyar gáztározókat, épül a Paksi atomerőműnek a következő üteme, tehát 2028-29-re a teljes magyar energia, illetve villamosenergiaellátásnak a 70%-át tudjuk saját magunk az atomerőmű termeléséből majd fedezni, most is kb. A felét.
már meg tudjuk oldani. Normális együttműködésünk van a legnagyobb gáz forrásokkal rendelkező vállalatokkal. Hogyha Európában is erre a racionális talajra álltak volna rá, akkor ma nem lenne ilyen helyzet. De hát sajnos az elmúlt években hibát hibára halmoztak Brüsszelben az energiaellátás tekintetében, mindenfajta ideológiától, meg politikai képmutatástól vezérelt döntéseket hoztak, és itt az eredmény. Bár Ukrajna éppen az ön által is említett orosz-magyar hosszú távú szerződést kifogásolta, az Unió ebben a kérdésben, ebben a vitában mégis Magyarországnak adott igazat végül is. Ez minek köszönhető ön szerint? Nem tudtak más csinálni. A tények egyértelműek voltak ebben a tekintetben. Minden egyes országnak a szíve joga azzal megállapodni energiaellátásról, akivel csak akar, és aki tudja biztosítani a megfelelő szintű energiaellátást. Ez egy szuverenitási kérdés. Tehát az ukránoknak semmi közük nincs ahhoz, hogy Magyarország hogyan biztosítja a saját maga energiabiztonságát. Én felháborítónak tartom, hogy egyáltalán megmertek találni minket ebben a kérdésben. Azt meg aztán végképp kiábrándítónak tartom, hogy az Európai Bizottsághoz fordultak. Tehát gondolja el, egy nem Európai Uniós tagország az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, hogy egy Európai Uniós tagország biztosítja saját magának az energiaellátását. Ez álljon már meg a menet. Ez olyan szinten ment messzire, hogy még az Európai Bizottság is kénytelen volt ugye teljes egészében nekünk igazat adni. Az Európai Bizottság alelnöke, a külügyi főképviselő világosan elmondta, hogy teljesen jogszerű, amit Magyarország tett, ehhez joga van Magyarországnak, teljesen érthető a magyar pozíció, és az ukránoknak nincs mire panaszkodni. Hát a helyzet az, hogy szerintem azt az ukránok is értik, hogy nem mi adjuk el a gázt, hanem mi vesszük. Tehát ha mi adnánk el a gázt, akkor mi meghatározhatnánk, hogy az milyen útvonalon tesszük, de mi vesszük. És az eladó azt mondta, hogy új útvonalon hozza a gázt. Itt két lehetőségünk volt, azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, és most mindenki fázhatna, az ipar meg leállna, mert ideológiai kinyilatkoztatásokkal nem lehet fűteni a lakásokat, hanem gázzal lehet, tehát azt meg kell venni. Lehet szép dolgokat mondani politikailag, meg ideológiailag, de attól még hideg lesz. Ez lett az egyik lehetőség, azt mondjuk, köszönjük, nem kérjük, vagy az, hogy akkor megvesszük. Ezen az új útvonalon. Ráadásul ez az új útvonal, amin az oroszok szállítanak, tehát Törökországon, Bulgárián, Szerbián keresztül, a háromból két NATO tagország csak jelzem, tehát ennyit arról, hogy ez mennyire orosz projekt. Tehát, hogy ezen az útvonalon egy teljesen új infrastruktúra épült ki, modern, megbízható. Az ukránok hosszú évek, évtizedek óta nem nyúltak a saját gázvezetékrendszerükhöz. Tehát abban van műszaki kockázat is. Úgyhogy mi teljesen jól döntöttünk, csak a magyar emberek érdekeit tartottuk szem előtt, és ezt mindenkinek el kell fogadnia. Említette miniszter úr, hogy ebben a kérdésben akkor az Unió Magyarország szuverenitását elismerte. Nem minden kérdésben szokott ez így működni. Márciusban beszélgettünk utoljára a migrációs kérdésekben. Azóta lát-e megnyugtató válaszokat az Unió részéről? Hát azokat egyáltalán nem, sőt, csak aggodalomra okot adó reakciókat látok. Tehát amióta beszélgettünk, azóta a helyzet még tovább romlott. Európát gyakorlatilag bekeríti a migrációs nyomás. Az eddigi déli megszokott nyomás mellett a dél-keleti irányból is egyre nagyobb számokat látunk. Héten voltam, ahogy mondtam, Tadzsikisztánban, ott a tadzsik külügyminiszter kollega elmondta, hogy Afganisztánból napi szinten 30-35 ezeren indulnak már most. Úgyhogy gyakorlatilag az Afganisztán körüli országok kevés kivétellel zárva tartják a határt. És ehhez képest az európaiak meg azt akarták, hogy nyissák meg az afgánokkal szomszédos országok a határaikat. Tehát teljesen elmeháborodott ötletek merülnek fel ebből a szempontból is sajnos. Tehát 30-35 ezer kivándorló naponta, ők nyilvánvalóan Európa irányába jönnek, tehát ez a dél-keleti irányból a Nyugat-Balkánon keresztül a nyomás valószínűleg növelni fogja. És ott van a keleti irány, ahonnan korábban nem szembesültünk migrációval, most igen, Belaruszon keresztül. Tegnap voltam Stuttgartban, Németországban, ahol a baden-württembergi migrációs miniszter külön kifejezte a köszönetét azért, hogy Magyarország visszatartja a nyomást abból az irányból, amiből vissza tudjuk, tehát délkeletről, mert a kelet irányból már ők is szembesülnek azzal, hogy megjelennek ott náluk a Belaruszon keresztül Európába migrálni, bevándorolni kívánó migránsok. És szembesülnek ezzel a problémával. Tehát én azt gondolom, hogy mindaddig nem lesz előrelépés, mindaddig nem lesz megnyugtató a helyzet, amíg az európai intézmények az NGO-k álláspontját fújják. Az NGO-k álláspontja az, hogy a határvédelem az emberjogi kérdés, ami egy hatalmas butaság, mert a határvédelem az biztonsági kérdés. Egy országnak meg kell tudni védeni a saját határát, így, hogy biztonságban tudja a saját polgárait, a saját területét. Ez az államiságnak az egyik legalapvetőbb aspektusa. Úgyhogy hát látjuk, hogy milyen irányba mennek a dolgok, de egyelőre kétségtelen, hogy a brüsszeli intézmények még nem igazán értik, hogy miről kéne szólni a dolognak.
Beszéljünk egy kicsit a járványhelyzetről is. Romániában válságos a helyzet, sok országban nincs elegendő oltás, Magyarországon zajlanak a harmadik körös oltások, megnyugodhatunk e tekintetben, van elég oltóanyag, karba tett kézzel mehetünk tovább. Hát nézze, akik be vannak oltva, azok megnyugodhatnak. Hiszen akik be vannak oltva, azok nagy mértékben biztonságban vannak. Akik nincsenek beoltva, azok félhetnek. És jó lenne, hogyha beoltatnák magukat. Ugye, több mint 10 millió adag oltóanyag áll rendelkezésre a raktárakban, tehát mindenkit be tudunk oltani. Hogyha ma valaki regisztrál az oltásra, akkor néhány napon belül meg is kapja. Néhány percet kell rászánnia az életéből, hogy az oltást felvegye, és akkor biztonságban tudhatja az életét. Én magam, megmondom őszintén, nagyon nehezen értem, hogy dacára annak, hogy van elég oltóanyag, hogy világos, hogy mi a következménye annak, hogy valaki nincsen beoltva, hogy mindenki látja, hogy mi van azokban az országban, ahol alacsony az átoltottság. Még mindig vannak jó páran a honfitársaink közül, akik nem akarják fölvenni az oltást. Én nagyon kérek mindenkit, hogy tegyék meg, mert nem csak magukat veszélyeztetik azáltal, hogy nincsenek beoltva, hanem a többieket is. És nagyon fontos, hogy a magyar egészségügyi ellátó rendszer kapacitásait ne feszítsük túl. Tehát, hogyha sikerül azt megoldanunk, hogy a kontrollat tartsuk az egészségügyi ellátórendszerre, a kórházakra háruló nyomást, akkor nem kell korlátozó intézkedéseket bevezetnünk. És ez a cél. Mi Magyarországon nem a korlátozásokban, hanem az oltásban hiszünk, oltás alapú védekezési stratégiát viszünk, de ez az kell, hogy még többen be legyenek oltva. Köszönjük annak a nagyjából 6 millió embernek, aki felvette az oltást, aki felelősségteljes döntést hozott, és nagyon nagy tisztelettel kérem azokat, akik még nem tettek így, hogy regisztráljanak, oltassák be munkat. Ők is sokkal nyugodtabbak lehetnek, meg mindenki sokkal nyugodtabb lehet. Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról sokat beszél miniszter úr. Hogyan látja ezt a kérdést hosszabb távon? Hát nézze, a mi helyünk az Európai Unióban van. Ez nem is kérdés. Mi erős Európai Uniót akarunk. Erős Magyarország, erős Európai Unió. Elég egyértelmű az összefüggés. Ugyanakkor nagy viták vannak az Európai Unióban, hogy hogyan lehet újra megerősíteni az Európai Uniót. És szerintem csak úgy lehet megerősíteni az Európai Uniót, hogyha magukat, az Európai Uniós tagországokat megerősítjük. Mert ha gyengék az Európai Uniós tagországok, azokból nem lehet erős Európai Uniót csinálni. De erős tagországokból lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azokat a kompetenciákat, azokat a hatásköröket, amelyek most a tagországoknál vannak, azokat tudják megtartani a tagországok. Mert bebizonyosodott, hogy számos fontos kérdésben, itt főleg a világjárvány alatt, sokkal jobban működtek a tagállami megoldások, a tagállamok együttműködésének a megoldásai, mint adott esetben egyes intézményi válaszok Brüsszelből. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vita itt lesz velünk a következő időszakban is, mert vannak, akik egyfajta ilyen Európai Egyesült Államokat akarnak, a magyar ellenzék is ilyen egyébként. Mi viszont azt szeretnénk, hogyha erős, szuverén országokra épülő, erős integráció lenne az Európai Unió. Úgyhogy erről majd el fogunk vitázni a következő időszakban, az egészen biztos. Miniszter úr, mi a legmerészebb külpolitikai célja erre a ciklusra? Hát nézze, itt nem is biztos, hogy merészségben kell ezt mérnünk. Én amikor ezt a fantasztikusan megtisztelő feladatot kaptam, akkor én azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a magyar külpolitika az a magyar nemzeti érdekeket szolgálja, minél több magyar ember számára érezhető legyen a külpolitika sikeressége. Ez gazdasági szempontból lehet lemérni. Azt a célt tűztük ki, hogy minden évben döntsünk beruházási rekordot, ez sikerült. Minden évben döntsünk exportrekordot, ez a Covid év kivételével sikerült. Azt a célt tűztük ki, hogy a magyar diplomáciai hálózat, a magyar külpolitika járuljon hozzá minél több magyar vállalat külföldi sikereihez, és minél több külföldi vállalat magyarországi beruházásaihoz. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy jól haladunk, csomó feladat van még. Szeretném, hogyha az idei esztendőben is megdőlne a Magyarországra irányuló beruházások rekordja, idén is rekordmennyiségben tudnánk exportálni, jó esély van mind a kettőre, nagyjából februárban meg lesznek a végleges idei adatok, és akkor kiderül, hogy el tudtuk érni a céljainkat. Miniszter úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lettem.